A DK szerint hallgat és tudomást sem vesz a papi pedofiliáról a kormány. A párt korábban levélben fordult Orbán Viktorhoz, Kocsis Mátéhoz, Varga Judithoz és Semmilyen Zsolthoz is az ügyben. Érdemi választ azonban nem kaptak, amit úgy értékelnek, hogy a döntéshozók sunnyognak és terelnek. A stúdióban Vadai Ágnes. Jó estét! Jó estét! Azt miért kérdőjelezi meg, ha Kövér László azt mondja, hogy a Fideszben még vannak erkölcsi normák? Hát ő ezt így éli meg. Ugye mindenkinek a saját érzülete szerint. Nehezen indul ez a hétvége, hogyha rögtön Kövér Lászlóval kezdünk. Hát én megnéztem a Facebook oldalát, és hát gyakorlatilag az utolsó posztok egyike Kövér Lászlóról szól. Mert olyat mondott, amit szerintem maga se gondolt komolyan, vagy meg akartam mutatni a humoros oldalát. Én nem látok ott erkölcsi normákat őszintén szólva, és ott neveket is felsoroltam. Gondoljunk csak Fox Tivadarra, vagy gondoljunk éppen Pócs Jánosra, vagy azokra a fideszes képviselőkre, Boldog Istvánra, Mennyi Rolandra, akik ellen, hát akit már elítéltek, meg akik ellen eljárás folyik, Simunka képviselő, tehát... De tudja, nyilván találkozott már ezzel, hogy a fideszes szavazók egy jelentős része is azért áll könnyedén a Fidesz mellett, mert ő úgy éli meg, hogy valamit képvisel. Tehát van egy világkép, lehet, hogy vannak megtévedt bárányok, ugye minden nyájban vannak, de van egy világkép, amit a Fidesz mégiscsak képvisel. Mert hogy a kommunikáció borzasztó erős, hát erről beszélgettünk az előző vendégekkel. Szerencsére sokan meg úgy látják, hogy az egyetlen világképe van a Fidesznek, a hatalom minden áron történő megtartása, és a... Na, de ők nem Fidesz szavazók. És minden... Na de hát az a jó, hogy ebben az országban elég sok olyan is van, aki nem Fidesz szavazó, és 2019 óta azt láttuk, az önkormányzati választások óta egyre többen vannak. Én ezzel csak azt akartam mondani, hogy nem az van ebben a mondatban, és ami a Fidesz teljes kommunikációban, csak a sajátjaikhoz beszélnek. Szerintem, tehát egy sajátos, hogy mondjam, kőszikla, azt kell mondjam a Fidesz emelő, tehát ő, ha szabad egyetlen mondani róla, mert innen is megbüntethet, hát, hogyha őt kritizálom. Szóval sajátos módon viszonyul dolgokhoz. Nem mondom, hogy pozitívan, és nem mondom, hogy normális, amit ő csinál. Nem csak politikailag, hanem emberileg is. Én nem hiszem, hogy például az országgyűlésben, amikor ő vezeti az ülést, akkor őt bármilyen erkölcsi norma vezeti. Őt egyetlen egy dolog vezet, és ez világosan látszik föntről a pulpitusról, hogy annyira gyűlöl bennünket, hogy bármire képes vagyunk. Ez mindig szemben. Így volt? Szerintem biztosan voltak idők, én, hogy mondjam, 2002 óta vagyok országgyűlési képviselő. Nem, az lassan 20 év. Az lassan, kimondani is borzasztó. Kimondani is borzasztó. Bizonyos értelemben igen, másfelől meg siker, hogy 20 év ott van a parlamentben, nyilván. De volt idő, amikor nem Kövér Lászlóval, de fideszes képviselőkkel, KDNP-s képviselőkkel nem csak beszélgetni lehetett, hanem voltak olyan javaslatok, ahol egyeztetni lehetett. Tehát például az önkéntes tartalékos rendszerre vonatkozó határozati javaslatot, amit Simicskó István nyújtott be, azt velem egyeztette, és támogattuk azt a javaslatot. Tehát volt idő, amikor lehetett normálisan beszélni. Aztán volt olyan képviselő is, az ő nevét nem árulom el, aki azt mondta, hogy... tulajdonképpen ő meg én egy generáció vagyunk, és előbb-utóbb mi fogunk következni, mármint az ország irányításába, akár ő, akár mi, és nagyon máshogyan kellene gondolkodni, nemzeti ügyeket kell elővenni, mondtam, jaj, de jó, mert lehetne az oktatásról, a hadseregről, a rendészetről, ez a kultúráról. Ez már most volt ebben a 10 éves ciklusban? Ez pont előtte volt, és aztán valahogy az történt, hogy eljött a 2010 és az illető egy darabig, köszönni se köszönt nekem. Annyira az erő az pont azt jelenti az én meglátásom szerint, hogy az ember meghallgatja azokat is, akik mást gondolnak bizonyos kérdésekről, és beszélget velük, és lehet, hogy mondanak olyat, amit érdemes bevenni egy törvényjavaslatba. Pedofil ügy kapcsán is szerintem mi, vagy én olyat mondok, amit érdemes lenne megfontolni a kormány. Ugye ez egy fura helyzet ez a pedofil törvény, mert az eredeti tartalmát, itt beszéltünk mi is erről, zászlót lobogtatva fogadta el és támogatta az ellenzék, mondván, hogy na végre, ezt mondjuk már mióta. Így van. Majd történt ezzel a törvény, ami történt, amitől most már az Európai Unióban is botrány van, és hát azt gondolom, hogy itt házon belül Magyarországon is elég érdekes. Nézd, az ellen soha senkinek nem volt kifogása, és most sem, nekem sem, hogy az ilyen gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények elkövetőivel nagyon keményen föl kell lépni. De
valakinek a szexuális attitűdjét összevonni, vagy összemosni ezzel a mérhetetlen mocskos bűncselekménnyel, szerintem az egész egyszerűen nem, hogy nem elfogadható, az valami olyan alja politikai gondolkodás jelent, amivel nem csodálom, hogy nem tud senki sem azonosulni. És akkor erre most ráépíti nyilván a kormány az összes propaganda újságjába, meg emberével, meg vezető elemzőivel a sok-sok ostobaságot és hülyeséget, és van, akinek erre van fogadókészsége, de azért én naponta kapok üzenetet olyan emberektől, akik ehhez a kisebbséghez tartoznak, a szexuális kisebbséghez, hogy hát ők félnek. Hogy most akkor mi van, most akkor nekik el kell menni ebből az országból. Hát miért nem lehet egy olyan országban élni, ahol egyébként a kormány megteremti a keretét, a törvényes keretét mindennek, és hagyja, hogy az emberek azt tegyenek, amit szeretnének, úgy szeressenek, ahogy szeretnének, azt vásárolnak, amit szeretnének. Azt mondja Orbán egyszerű. Viktor, ezt nyilatkozza mindenhol külföldön is. Hogy de ez Magyarország ilyen hely? Hát nem pontosan. Tehát szerintem kérdezze meg azokat az embereket, akik vagy én is megkérdezem, meg beszélek velük, akik kétségbe esett üzeneteket küldenek el nekem. Érdemes ezt a törvényt és ennek az anomáliáit, és távolságtartóan fogalmazok, nekem az a dolgom, összevonni, összekeverni egy kicsikét az egyházi visszaélésekkel, amik nagyon régi témák, és feldolgozatlan témák kétségtelenül, de érdemes most egy újabb fejezetet nyitni? A helyzet az, hogy a kormány arról beszélt, hogy most egy folyamatról van szó. Tehát mi jobban szerettük volna, hogyha az áldozatoknak a... Nem a jóvátétel, nem szeretem ezt a kifejezést, de nem találtam még a megfelelő szót rá, hogy az áldozatok segítése törvényi szintre kerüljön, hogy ez történjen meg először, de a kormány úgy döntött, hogy a büntető politikai rét fogja először rendezni, és lesz ennek a folyamatnak ígéretük szerint folytatása ősszel, amikor az áldozatok számára fogják a törvényes kereteket megteremteni. És én azt gondolom, hogy ebbe a folyamatba beleilleszkedik az a két javaslat is, amivel én éltem. Az egyik az, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia lengyel, német, osztrák mintára kezdje el a vizsgálatot a saját berkein belül, mert egyébként az áldozatokat akkor fogjuk megtalálni, vagy akkor tud majd érvényesülni a törvény az áldozatok irányába, hogyha tudjuk, hogy kik az áldozatok, nem mellesleg tudjuk, hogy kik az elkövetők. A másik pedig a másik irány, ahol én gondolkodtam, ez a gyermekjóléti intézmények. Ugye ezek zárt közösségek. Ott olyan gyerekek vannak, láttuk Bicskén, akiknek nincsenek szüleik, és magukra vannak hagyva. Valakinek kell az ő érdekükbe fellépni, az ilyen borzalmas bűncselekmények elkövetését meg kell akadályozni. És én azért gondoltam erre, korábban is mindig beszéltem erről, tehát szeretném mondani, hogy ahányszor én ebben az ügybe felszólaltam, mármint a pedofil bűncselekmények ügyében, minden esetben mindig kértem a Magyar Katolikus Egyházat, hogy kezdjék el a vizsgálatot. Nézzék meg, Ferenc pápa nagyon világos iránymutatást adott ebben az ügyben, és a legtöbb katolikus egyház helyben, még egyszer mondom, Lengyelországban, ami azért nem nagyon erősen katolikus, és a kormányzata nem igazán nevezhető se jobboldalinak, vagy se baloldalinak, se liberálisnak, ott elkezdődött ez a vizsgálat, és saját maguk tárták föl. És amikor én megpróbálkoztam ezzel, hogy legyen ebben valami, akkor egy hát meglehetősen rideg választ kaptam, és szerint ez így nem aktuális, de szerintem meg aktuális. Ez folyamatosan aktuális ez a kérdés. Ha a pedofiliát üldözzük, hogyha a gyerekek zaklatását üldözzük, akkor nyilvánvalóan aktuális, mert ez is egy cselekmény a többi között. Ráadásul pont azt szeretném elkerülni, tehát a katolikus egyház Magyarországon azt a folyamatot vinné végig, amit megtett nagyon sok egyház, még egyszer mondom, szerte Közép-Európában is, akkor azt a sztereotípiát, amit én visszautasítok, hogy a katolikus egyházat összemossák a pedofiliával, ezt a sztereotípiát végképp el lehetne törölni. Tehát, mert hát hiszen ők dobják le magukról. Hiszen ők maguk. A könyvet küldött sok érdekeltnek, akinek lenne lehetősége lépni, intézkedni. Igen, Perint Falvirita, nem tudom, meg szabad-e mutatni a könyvet. Hát ez a könyv rovatunk, tekintsük igen. Úgy. Amire nincs, bocsánat, szexuális ragadozók az egyházban. Erről beszélünk, tehát ez egy, elküldtem a törvény két előterjesztőjének, Semeci Gabrielának, Kocsis Máténak, természetesen a miniszterelnök is kapott belőle, Varga Judit, Novák Katalin, Semjén Zsolt, Simicsko István, mint a KDNP jeles képviselő, illetve a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia is kapott ötöt belőle. Nem mondom, hogy könnyed nyári olvasmány. Én elolvastam. Hát... Szóval az emberben minden kavarog, mindenféle érzelem, indulat, düh, tehetetlenség. Azért szeretném, hogy elolvassák ezek a politikusok és a Katolikus Püspöki Konferencián néhány képviselő ezt a könyvet.
hogy lássa, hogy ez nem rólam szól, ez nem a demokratikus koalícióról szól, ez azokról az emberekről szól, akik itt ebben a könyvben beszéltek. És rajtuk kívül egyébként, ha jól emlékszem, a Válasz Online-ban is volt ilyen ügyről interjú, és a 444-ben is volt ilyen interjú, a Partizánon is volt ilyen interjú, és nekem is írt olyan személy, aki egyébként érintett. Kétség kívül ez a téma, ez valós. Ezért ez ezt javaslom, hogy aki csak tudja olvassa el, nagyon nehéz, felkavaró, borzasztó, de azt gondolom a katolikus egyháznak Magyarországon lépnie kell, hogy ilyen könyv soha többet ne írót. Remélem, a címzettek is elolvassák. Én is remélem. Köszönöm. Én is köszönöm. Thank you.